általában elszívok egy szál cigit, nagyon talán kettő. De pont múltkor, mikor voltam egy undorító váróterembe, ráadásul a falami által fehérek szoktak rendelek, hogy ilyen módon sárgák akarok befüggődni. És a bűz, ami ott volt. Na mindegy, szóval ültem egy piros széken, és ült vele. Férfival beszélgetett, de nagyon felzaklathatta magának, hogy egy papírra adta. Na, mondom, itt az alkalom, kérek túl egy szárcidit. Bocs, kívánom egy szárcidit? Nem válaszol semmit. És felállítva. Kikonyolítva. Jó, azért nem lett volna semmi problémát, hogyha nem csak valaki ilyen. Amikor kiskoromban rosszat álmodtam. Mert ez gyakran előfordult sajnos. Mindig átmentem a szüleim szobájába. Visszafeküdtem közéjük, és hogyha nem rémítettek eléggé az álomhoz, elég volt ahhoz, hogy visszaadjuk. A tudat, hogy vannak mellettem, hogy vigyáznak rám. Emma, rettenetes volt az álom, akkor vigasztalatlanul sírt. Ilyenkor anyukám mindig az övébe lett, megsimogatta a fejemet, és közben vicces történet. Mesélt, amitől azonnal oldódott bennem az a felülelet, feszültség és szorongás. Éjszaka van már, csak a hold világít. Mesztelenül grúszik el a fénykívül az ember. Szuszog már a patlan is, és szembereg a páha. Köztük élő világát az alvó ember áll. Felhúzzuk a vállára, és végig a mellé. Felhúzja lefelőt, és letelepszik. Átölelünk, mint a szél, egy régi nyári estén, édesanyja tejparagyal előző boldogság. Megmoczant, most szállít, most megintem az álmát. Lassan volt a tollai, egy óriás talapotában. De elég, ha egy pillanatra kiugrik a lábunk. A paklan alól kiugrik, és elszalad az álmunk. Hát, ez úgy van, hogy vannak az okos nők, meg vannak a szép nők. Álljon meg, Attila! Hogy jönnek ide a nők? Ez matematika. Hát a tanár úr mondta. De hogy jönnek ide a nők? Ebből is tökéletesen látszik, hogy nem értenek hozzá. Na, üljön le! Na, következő kedvenc kérdésük. Kinek van házik? Na, ó, Rózsa, miért nincs házik? Tanár úr, kinyithatom az ablakot? Menjen, nyissak! Na, miért nincs házi? Álljon fel, kérem! Yeah.
Megkérdeztem, miről beszélnek. Gondolom rólunk. Hát nincs is jobb témájuk, azt a Gyuri ágyában. Mi? Mi nem beszélünk? Hát kérdezz őket. Na ilyen, hogy vigyázz velük. Oké. Na, most, hogy van ez a... hogy elmentek a nők, van ez a babonás ostobaság, hogy dohánycégeket okolnak, mert a gyerekek dohányoznak. Figyelj! A gyerekek nem azért dohányoznak, mert a sárga napszemüveges tebe azt mondja neki. Pontosan ugyanazért dohányoznak, amiért a felnőttek. Mert feloldja az idegességet és a depressziót. Hát persze, hogy oldja, bassza meg! És hidd el, hogy te is dohányoznál, ha ezek az ostoba, gátlásos, törtető, seggfej, új gazdag szülők beiratnának az egyetemre még mielőtt tudnád, hogy melyik fele szaglik rosszabbul a járókának. Aztán meg teletömnek Ritalinnal, és végig cibálnak a városon, ahol találjanak valami idióta tanfolyamot, mint például... Húzás, foci, karate, zongora, skótora, festészet, üvegfújás, boszorkásnál, vibrátoros gyakor. Mi? Még játékidő is van, baszki. A játszás időpont szerint megy manapság. Mi történt, ha te megmutatod a tiéd, én megmutatom az enyémmel. Hé, nem csoda, ha a kölykök cigiznek. Segít! Hát erről beszélek, bassza meg! Nem annyira, mint a marihuána! Hey! Nem kaphatsz meg mindent, tudod, hogy igaz. A szülők kiégetik ezeket a kölyköket a tanfolyamokon. Húzás! Foci! Karate! Zongora! Skótuda! Festészet! Üvegfújás! Boszorkásság! Mi? Vibrátoros gyakorlat! Mi? A gyerekeknek kéne, hogy legyen 3 óra csak álmodozás. Hát erről! 3 óra? Csak álmodozásra. És egyébként te is használhatnál egy kicsit ebből. Csak ülj az ablaknál és bámuld a felhőket. Jó tesz. És egyébként tudod, hogy hogyan segítheted a gyerekedet? Hagyd őt békén. Gyűjtsd el, anya. Legnap, mielőtt elaludtam, azon gondolkodtam, hogy vajon milyen lehetett az esküvőjével. És arra jöttem rá, hogy te soha semmit nem mesélsz a múltadról. Figyelj már egy kicsit, hagyd dobba ezt a papírt, na, de mindegy, mondom is. Elaludtam, és azt álmodtam, hogy te elveszted az esküvőmet, és a te esküvői ruhádat kellett felhúznom. Ami egyébként iszonyatosan gondol volt. Nem tudom, hogy te tudod ezt felhúzni, na, de mindegy is. Jártam az oltár elé, és szétnéztem, te nem voltál ott. Nem voltál ott az esküvőt. Muszáj ezt most? Mondjam már végig, így van 5 óra, fél 6, apám mindjárt hozzá, és se vagy soros, se semmi. Nem látod ezt a pipit? Nem látod ezt a pipit, legalább a saját szobádba rendettelhetnél néha. Miért nézd a szobádba? Most menj be szépen te, és tegyél rendet, jó? Majd ha eljárak, beszélgetünk.
Csak nincs valakinek jobb dolga, mint velem masírozni egész nappal alá az udvaron. Valaki? Uram! Igen? Kinyitatom az ablakot? Igen, menj én is adja az ablakot. Valaki más? Uram! Igen, Rólai. Maga mit csinálna helyette? Rónai. Hát, tudom őszintén megmondani, szívesen velenék otthon a családon. Valóban? Van? Igen, uram. Hát akkor menjen, most menjen, egy-kettő! Mindenki más szívesen csatlakozik az én kis fölalámasírozásomhoz az udvaron. Uram! Igen? Nekem van egy könyvem, amit szeretnék olvasni. Csak nem a tavasz ébredése. Na igen, uram. Hát akkor menjen, olvasni! Futás! De csak egyszer olvasni el többször, nem jó? A többiek mind örömmel masíroznak vele föl alá az udvaron. Uram! Igen, farkas? Nos, én zenélek, uram. Csak nem zongorál. Nem, uram. Szívesebben gyakorolna a zongorán. A föl alá masírozás nem elég jó magának. Hát... Értettem, menjen, gyakorolja a zongorán! Hát a többiek. Gondolom szívesebben lennének minden is. Moziban... Értettem, rendben van, akarod jól mindenki haza! Ez a rohadt osztály kivé válik! Rendben van! A többiek elkidobozni fogunk az udvaron! Ha esőcsepp lehetnék, akkor... és semmiképpen sem van, akinek a szemébe vagy a hajára, mert azt tudom, mennyire idegesít. Háza kereszeibe zuhannék, vagy az ablakon versenyeznék a többi esőcseppel, közben régi vagy új ismerősöm arcait kérdegetnék. A folyóba is zuhannék, hogy a víz vízzé válhasson. Csak egy apró csepp lennék, ha van a hatalmas tengerben, de minél is vállat legyen apró cseppek nélkül. Elpakoltál? Anyám soha nem simogatott, nem dédelgetett. Azt mondta, dolgozni kell, ez a legfontosabb. Édesapám volt inkább olyan, hogy kedves. Amikor jártam a 8. osztályt, mert akkor még csak 8 volt, el akartam menni átolódjának, vagy végülnének. Anyám ezt nem megette. Azt mondta, aki elmegy, az mind kurva lesz. És tényleg volt olyan, hogy azért a lányok elesen, és nem lehetett tudni, hogy ki a gyerek apja. 18 lettem, felnőttem. Találkoztam egy fiatal férfival. Összeházasodtunk. Rengeteget dolgoztunk, aztán hamarosan megszületett a gyerek is. Az igazság kisebb túlzással, hogy én mindig is szerettem a csirkéket. Sosem tudtam megmagyarázni pontosan miért. Mert olyan múlisak. Aranyosak is, megnevetnek. Aranyosak? Aha. A nyuszi, az, na az aranyos, de nem a csirke. Dehogy nem. Sokat beszélgettünk. Nagyon sokat különféle dolgokról, olyanokról, mint ez, esetleg még kóbolytalanabbakról, de nagyon sok minden más. Mondj csak, te hiszel a reinkarnációban? Az attól függ. Te hiszel valami, hogy az életlen dolgok is él? Nem is tudom. Meg tudod mondani egyáltalán,
hogy élünk vagyunk. Ha más dolgok is jönnek, akkor én nem szeretek ide erejük a megszokba. Mert gondolj bele, milyen rossz lehet például szappanak. Mindenki így jön és összemocsolja a kezeivel. Meg egy fölközöve az erve élet, de az amúgy is kevés életed. Mert ha szerencsés szappan vagy. Csak azoknak a szappanoknak rosszabb, akik... Tudod, kiknek rosszabb? Igen. Akik egy földőszabel, aki hát földőszabel az ágyba, egy csomagolásban, mondjuk az... Még az életeket. Úgy gondolom, a szappan csodálatos dolog. Mindig csak kosztolják. De ő ennek ellenére tiszta marad. Jó példakép volna a könyvendekulását a emberek számára. Még az oráltan én sem szeretnék szappan lenni. Valahol megbékélek inkább végtelenül, buta, emberi formámmal. De ha belegondolsz, egy palacsintai életre sem sokkal izgalmasabb és szappan sem. Nem, ebben igazad van. Csendben ültünk. Nem kellettek szavak ahhoz, hogy megértsük, mire gondol a másik. Végül ő volt az, aki megtörte a csendet. Szóval kiegyezel ezzel? Ha valami más lehetnél, nem ember, csak okos. Többet szeretnék tenni annál, mint amit bármink hódoltam. Ezért ember maradok. Olyan, aki nem hisz a reinkarnációban. Én sem hiszek, nem akarok én. Átgondoltam értelemmentes beszélgetésünket. Az egész világ értelmetlenségét, azt, hogy mennyire utálom ezt az egész tudatlanságot, és ki akarok szállni, mert nem valami fejebb dolog ez az élet. De mégis, milyen nagyon élvezem én. Itt ülni, vele, beszélni erről a sok butasággal, egyfajta bizarr vidámsággal, és várni a következő alkalmat, mikor megtehetjük. Hé, ez ugye örökéig marad. Együtt maradunk ezekre az értelmetlen dolgokra. Mindig beszélni fogunk róluk. Meg tudod mondani, mit jelent az, hogy az álom. Hát elég furálom, ha nem tudod megmondani, hogy mit jelent. Épp ez az álom. Szeretném megtudni, mit jelent. Örökké. Tényleg sosem fogom felfogni az értelmét. Nos, ez esetben az álmod inkább csinos, mint sem fura. De nem is tűnik igazi álomnak. Miért? Mert elérhetetlen. És ember ültünk. Ilyen ledelmet. A nap már kezdett lemenni az éjtetként. De ne keseredjen. Remény az mindig van, és ha nincs is, akkor biztos találsz majd egy másik. Igazából van itt még valami. Szabad akarok lenni. Ugyanis fogoly voltam. A gondolataim még a gondolataiké. Sokszor úgy éreztem, mennyivel egyszerűbb lenne ezek nélkül, mégis marhaság volna. És egyedül ez jó abban, hogy ember vagyok. Képes vagyok gondolkodni. Egyedül maradtunk. Én
jobban hosszabb karmat legyen. Egy átkozott, gondolkodásképtelen szappalla. Ahogy már egyedül sétálok haza a lemenő napfényében, rájöttem, hogy ez a szabadság. A nyomorult magány szabadsága. Egy 70 kilós ember a következőbe lát. 45 perc. Egy tyúkba a kimeszeléséhez elegendő méz. Zsír, mehetnek a szappalhoz. Vas, 250-es szökhöz. Hén, 90 felüzemetéhez. Karányi, magnézium. Én több mint 70 kiló vagyok. Erről eszembe jut egy tévésorozat, a Kozmosz. A Kozmosz. Felszegel járták a színfalat előtt, mindenféle hatalmas nagy számokat emlegettem, és az egész tél egyébként úgy nézett, mint valami világban. Szóval emlékszem, az első adásban leülök egy elényeli, ami mindegyilyen embert felépítő anyagokat tartalmazott, és fogott egy pálcikát, elkezdte vele kavargatni, hogy megnézze, tud-e belőle életet teremteni. Ha villám lennék, talán egy felejthetetlen pillanatnyi jelenség lennék. Nem csak a pusztítás, hanem a szépség miatt is. Villámokat szoktam figyelni az ablakból, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy kitörjenek. Villámként az összes benne lévő feszültséget kiadnak, egyetlen képesít a fősovában. De nem szeretném, hogy félnek tőlem az emberek csak azért, ami vagyok. Az embereket inkább a külső, mint a belső tulajdonság érdekli. És nem szeretném, hogy a külső miatt elítéljenek. De lehet, hogy már megtörtént. Yeah.
aztán kijöttem az orvostól, és visszajöttem a helyemre. Csak felfelé tekintettem, és láttam, hogy már sötétedik, sőt, néhány csillag is megjelent az égen. Annyira szép volt. A sötét ég egyre inkább ráhúzódott a gondolataimra, és egyre több színes fénypont jelent meg rajta. Én pedig csak elfeküdtem és hallottam. Annyira imádom az ilyen pillanatokat. A gondolataink tetején lehetünk egyre többek. Magunk vagyunk. És a képzelet. Nem tudom, ő tudja-e, hogy milyen érzés. Valahányszor eljön hozzám, nagyon boldog vagyok. De amint elmegy, bekapcsolom a tévét, hogy valami beszéljen, vagy mozogjon mellettem. Nem azért jön inkább, mert amikor gyerek volt, nem szerettük. Aki ezt mondja, az hazudik! Nagyon szeretem.